Egy szép, koraőszi szombaton, Tahitót falu fölött a Pilisben sétálva, a Sherwoodi erdőbe képzelhette magát az ember. Ugyanis aki szerencsés volt, összetalálkozhatott különleges célpontokra vadászó, középkori ruhákat viselő íjászokkal. A hosszú íjjal lövök, ezt akik az íjász berkekben ismerősek tudják, mit jelent az, hogy longbow, tehát hosszú íj. Az angolszász íjász kultúrát próbáljuk meg valahogy. Hát népszerűsíteni Magyarországon, mert nem csak a nomádiakkal lőttek annak idején, a történelem során nem a lombójakat is használtak. Bergman Pál, a rendezvény alapító tagja elmondta, hogy már 19 éve minden évben megszervezik ezt az úgynevezett íjász találkozót, amelyen egy közel 40 fős baráti társaság játékosan verseng egymással. A résztvevők többnyire Visegrádról, Komáromból érkeztek, de akad közöttük szlovák is. Ki vannak téve különböző érdekes célok, amik hát különbözőek lehetnek, a természetet kapcsolódó gombára, például aztán vannak olyan célok, amelyek történelmi jellegűek, katonai pajzsok. 16 évig Visegrád adott otthont a rendezvénynek, néhány éve azonban a Tahitót falu fölötti erdőrészen tűzik ki a pályát. Alatt 12 célpont van kitéve, a különböző távolságból kell lőni 3 darab nyilvesszővel, és 2 ilyen kör teszünk meg, egy kis pihenővel. Hát ez gyakorlatilag egy 3-4 órás szórakozást jelenti a társaságban. A jókedvű társaság elmondta, hogy a versenyt követően egy visegrádi koncerten folytatják a mulatozást.